szélturbinákkal foglalkozom, pontosabban szélturbina optimalizálással. Elindul az ember Németország fele, nagyon sok szélturbinát láthat. Ezeket horizontális szélturbináknak hívják, én a vertikálisakkal foglalkozok. Nagyon sok különbség van a két szélturbina között. Az egyik, hogy amivel én foglalkozok, az nagyon kis szélben is képes mozogni és energiát termelni. Lényegtelen, hogy a szél milyen irányból éri a lapátokat, tehát nem kell beforgatni szélirányba, mint a mostaniakat. Illetve nagyon olcsó az előállítása és a karbantartása. Van nyilván hátránya is, nem tud annyi energiát termelni, mint a nagyobb testvérei. Az egyik legnagyobb hátránya a mostani turbináknak, hogy ironikus módon nagy szél esetén őket ki kell fordítani szélirányból, mert tönkretezi a hálózatot is, meg a generátort is, illetve nagyon erősen fékezik. Na most ez elég nagy energia, meg igen nagyon költséges, mivel ezt az egész tornyot, ami benne van, pontosabban ezt a fejrészt, ezt el kell forgatni, ami nem kicsi. Na most az én találmányom esetében erre nincs szükség, mivel nagyon nagy a generátor belső ellenállása, és ezért nem kell elforgatni. Jó érzéssel tölt el, hogy valami olyasmit csinálhatok, amit egyrészt nem sokan, másrészt igen sok embernek nyújthat megoldást, nem csak itthon, hanem a világ bármely részén. Én úgy gondolom, hogy az intelligencia egy kiváltság, egy lehetőség, amivel az emberiséget lehet szolgálni.